Köszöntöm nézőinket! Ma Idához, azaz ifjabb Deák Attilához megyünk háztűznézőbe. A 20 éves szárnyait bontogató szobrász művész vénával rendelkezik, ugyanis édesapja festőművész. Remélem, ma egy kicsit mélyebb betekintést nyerhetünk a papírmasék világába. Tartsanak velem! Míg várok rá a kapuban, azon gondolkodom, vajon milyen lehet az életben az a fiatalember, aki a rút, a papír és a szépség nevet adja kiállításának, s aki hozzá hasonlóképpen éli ki művész hajlamait. Szia! Mihály Szabina! Deák Attila. Ő ifjabb Deák Attila, annak a festőművész Deák Attilának a fia, aki korábbi rendőri hivatásából kifolyólag is mindig az objektív valóságot szerette. Vele ellentétben Ida alkotásaiban a misztikus múltat idéző fantázia világ elevenedik meg, majd meglátják. És oda szép udvarotok van. Hát, meló is van vele. Igen? Te is szoktál füvet nyírni talán? Persze, igen, igen. Hát muszáj. Mert van hegyünk is, aztán azt meg apu gondozza. Aha. Megyek utánad, jó? Jó, rendben. Aprócska fiúként viszont még nem a szörnyek kötötték le, ami ebből az albumból is kiderül. Milyen kis gyerek voltál egyébként? Jaj, ez a karamosak ezek a képek. Hát, kicsit síros, mondjuk itt nem az látszik, de egyébként nyugos voltam. És mivel kötöttek le anyukádig? Hát mindig odaadtak valami olyan játékot, ami már nem teljesen szuperált úgy, ahogy kell, és azokat mindig szétszedtem, és másképp raktam össze, szóval sokat szétszedtem, és egyet összeraktam belőlük. Úgyhogy inkább ilyen darabolós voltam. Uh-huh. De utána mindig csináltam belőlük valamit. Tehát anyukádék már akkor látották, hogy na, ebből a gyerekből lesz valami. Hát, azt nem kreatív tudom. Legalábbis. Még nem mondtam, hogy mit szeretnék, de gondolhatták talán. Hát igazából sokáig ilyen villanymotorokat szereltem, meg égőket raktam össze, meg ilyesmiket csináltam, szóval nem igazán a művészet. Uh-huh. Ez volt köze, de már akkor is rakosgattam, szóval ez a szobrászat szerintem valahogy az, hogy építeni valamit, uh-huh. vagy megfogni és összerakni, az már megvolt talán. Ezek meg rajztáboros képek? Igen, hát ezek a Molnár György iskolában, amikor jártam, uh-huh. akkor ott évente rendeztek, azt hiszem, hogy 5 napos táborokat Szigligeten, és akkor oda tudtam elmenni. Uh-huh. Hát szinte minden évben voltam. Tehát igazából rajzol már általános iskolás korod óta foglalkoztál? Igen, igen. De itt is volt, amikor már a darabokból építettünk össze dolgokat, meg sípokat uh-huh. készítettünk. Édesapád egyébként már ekkor is festette? Mondjuk, igen, igen, igen. Megfordult a fejedben, hogy esetleg az ő nyomdokaiba lépsz? Hát, igazából az nem, hogy a nyomdokaiba, mert úgy indult, hogy grafikusnak megyek. Uh-huh. Aztán ez olyan erőltetetnek tűnt nekem, szóval azt éreztem, hogy állandóan csak azt mondták, hogy rajzolj, meg nem lesz semmi, meg, uh-huh. meg csinálni, és az már terhes volt egy kicsit. Akkor úgy leálltam mindennel, akkor utána elkezdtem festegetni, úgymond, akkor az meg nem tetszett. Uh-huh. És akkor egyszer rendben a Jam csarnokban mutatták meg a papírmosé technikát, és ugye ez a szobrászathoz tartozik, és ez viszont nagyon megtetszett, úgyhogy mai napig is azt csinálom, csak mellette megismertem már különböző más technikákat, mint az agyag, gipsz, uh-huh. hát az ilyesmi, ami még nem ez a nagy stílus. Nem bronzöntés, hanem mondjuk gipszöntés. De hát ez... Az nem is vonz, mondjuk? A bronzöntés, de vonz, csak azon a szinten nem állok, hogy ebből legyen valami. Szóval uh-huh. ahhoz még sokat kell gyakorolni. A papírmasé szobrok készítésében azonban már jártasabb. Évek óta ennek a technikának a szerelmese. A papírmasé az egy bizonytalan technika, mert most vagy sikerül, vagy nem. Vagy összeszárad, és akkor gyűrött lesz, vagy nem. Uh-huh. Hát nagyon sok mindentől függ. A legjobban az időjárástól, milyen a pára, uh-huh. mennyire süt a nap, akkor milyen húzamosabb ideig van, mondjuk elsős időszak, hűvös, ez uh-huh. mindettől függ. Itt van olyan szobrom, ami 2 évig készült, papírmasé, és nem nagyobb ember, egy az egyhez. Aztán. De akkor ez rengeteg türelem is kell. Hát igen, mint általában a képzőművészethez. Uh-huh. Hogy édesapjának is sok türelme van kedvenc tájképeihez, de hogy fia miért pont ebben a világban jutatja kifejezésre tudását? Ezek a szobrok mind a
fantázia világból jönnek. Ezeket vagy filmből nézem, ami megtetszik, vagy saját fejemből pattan ki. És hogy miért ezek a lények, szóval ezt tudni kell, hogy ezek általában mindig a negatívabb oldalt ábrázolják, vagy azt, ami más emberek mondjuk kicsit grotesznek, vagy gonosznak néznek, vagy esetleg azt hiszik, hogy valami baj van a fejemben, vagy nem tudom. De igazából, hogyha megnézünk, és nem akarok filmeket mondani, de ha megnézünk egy olyan fantáziafilmet, aminek van értelme, akkor rádöbbenünk, hogy végül is az igazság mindig azoknál az embereknél van, vagy azoknál a feleknél, vagy lényeknél, mondjuk teljesen mindegy, hogy nevezzük őket, akik a legalján vannak. Szóval a társadalom, akik megérték azokat a helyzeteket, amiben őszinte igazat tudnak mondani, ami miatt. És ez nekem nagyon tetszik, mert ugye most csinálhatnék angyalokat én is, de az olyan nekem unalmas. Most ez nem szép szó, nekem. De hogyha mondjuk csinálok egy szörnyet, és elmondom, hogy miért. Vagy hogy ő milyen szerepet játszott egy élethelyzetben, ami ugye kitaláció, mert ez nyilván fantázia, akkor rájövünk, hogy igaza volt neki, és igazából az embereket vonza ez a dolog. Szóval én azt vettem észre, hogy sokan mondják, hogy hát miért ilyet, miért olyat, de mindig jönnek és mindig nézik, és az a furcsa, hogy nem is az én korosztályom, hanem az idősebbek, hát tőlem idősebbek úgymond, az ilyen 35-40, sőt még fölötte is, az idősebb. Volt olyan, aki azt hiszem, hogy hát olyan 60 év körül lehetett a hölgy, és az urukhályok, ugye azok a gyűrűkurában vannak, az teljesen oda volt érte, és értette, hogy miért. Mert elmagyaráztam neki, hogy keletkeztek ezek a lények, miért vannak. És ez a jó az egészben, hogy mindenki fél ezektől, meg mindenki azt mondja, hogy hát ez nem gyűlik, vagy hát, de mégis vonzza őket. Nem kell, hogy mondják nekem, hogy most mennyire fantasztikus, de én látom rajtuk, hogy ki az, aki, mert van, persze van olyan, akinek nem tetszik, de látszik az, hogy ki az, akinek azért úgy piszkálja a fantáziáját, meg azért úgy érdeklődik a dolog felé. Csak ugye hát ez meg az ember, hát hogy mondjam, szóval valaki felmeri vállalni azt, hogy nekem igen, ez tetszik, valaki meg nem meri felvállalni, mert hogy mit szólnak. Na most mindenkinek magának kell eldönteni azt, hogy most arra mondom, hogy tetszik, ami mindenkinek tetszik, vagy arra mondom, hogy tetszik, ami nekem tényleg tetszik. Hát így igazából ebben tudod úgy kiélni magad, hogy közben gondolkodsz és elképzelsz hozzá talán még egy történetet, igen, is, igen. Miközben alkotsz. Igen, és ettől érzem jól magam. Uh-huh. Mert én jól érzem magam, mert én nem mondom azt, hogy túl de rossz az élet, mert csinálom, haladok, pofon az mindenkinek van, nekem is jutott, még fog is. De haladok abban, amit szeretek. Ugye most sikerült a felvételim is. Kaposvárra az egyetemnek a művészeti főiskolai karán plasztikai ábrázolás szakra. Most ez annyit takar, hogy 3 éves alapképzés plasztikai ábrázolásban, utána pedig 2 éves mesterképzés. Ki mit választ? Szobrászat van részemről, hogyha csak oda külön kell felvételizni, hát csinálni kell. Na, ehhez meg külön gratulálok. Köszönöm szépen. Sikerült. Nagyon tetszettek a munkák Kaposváron, mármint a felvételiztetőtön állapunk is. Mert hogy ment a felvétel? Hát a felvétel az úgy megy, hogy van egy úgymond selejtező, ahol az itthoni rajzok, szobrokat el kell vinni, vagy fényképeket, és akkor ott ők eldöntik azt, hogy én alkalmas vagyok-e arra, hogy gyakorlati vizsgára elmenjek, vagy nem. Most nekem sikerült, elmentem gyakorlati vizsgára. Ott ugye aptot kellett rajzolni. No, itt álljunk meg egy kicsit. Biztosan sokak fejében felmerült már a gondolat, hogy a művészek hogy tudják közömbösen kezelni egy mesztelentest látványát, és vegyük azt megformázni.
Mire Attila elmondta, legtöbbször idős személyek állnak modellt, ami könnyebb feladatot jelent, ugyanis egy feszes, ráncok nélküli arcot vagy testet sokkal nehezebb megformálni, és nem csak a közeli látvány miatt. Na, nézzük meg akkor, hogy a te szobád az hogy néz ki. Na, kezdjük itt a szobádban a legszínesebb szoborral, ami a legnagyobb is. Igen. Ez összes közül a legnagyobb? Igen, igen. Hát most, hát a dzsembe van egy közös szobor, de az agyagból készült, de hát ezt nem én csináltam, az nagyobb ennél egy kicsivel. De ez a legnagyobb papírmasé szobor. Ez körülbelül 90%-ban csak papírból van. A többi drót és egyéb fa merevítő, de minimális, hogy ne dőljön el. Hát körülbelül 4 hónapig készült. Igazából akkor mondja a kedvencem, ami itt van. Hát az a baj, hogy ugye elkészül egy szobor, akkor úgy látja az ember, hogy na úgy azért, ahogy gondoltam, úgy sikerült, de aztán ránézek egy másik nap, vagy mondjuk egy hét múlva, és akkor már ezt se így csinálnám, már azt se úgy csinálnám, és akkor úgy egy kicsit úgy elhidegül az ember a szobortól. Miért a koponya a kedvenced? Azért, mert nagyon nehéz volt megcsinálni, mert üreges, agyagból van, az első olyan agyagszobrom a szobor, ami ki lett égetve, és nem hitték el felvételni, hogy én csináltam. Tényleg? Igen. Azt hitték, hogy gipszöntéssel készült, ugye, hogy az eredetiről mintát vettem, és hogy utána agyaggal kiöntöttem azt, és akkor el kellett mesélnem, hogy hogy csináltam, és akkor végén elhitték. Ez viszont az én kedvencem, az ébredés. A levelekről legördülő harmadcseppek közül előbújó álmos arc. De ezeket a képeket látva leesett az állam, ám Attila legyintett, mondván, nem olyan jók. Tipikus alkotó, aki miután kihozta magából a legtöbbet, közli, jobb is lehetett volna. Kollégáimmal együtt ekkor már kíváncsiak lettünk az alkotó műhelyre, persze Ida sem akarta tovább titkolni azt a helyet, ahol igazán szabadjára engedheti gondolatait, ahol a munkaasztal sosem üres. És most éppen mi dolgozol? Hát most ezen a szobron, vagy hát rajta, Joker alakja, ugye hát Batmanből, legújabb részből. Nagyon megtetszett hát maga a megjelenése, és az a szerep, amit betöltött a filmben. És most meg szeretném csinálni, hát ez magamnak fog készülni, ez a szobor. Most agyagból mintázom meg egy vázlat. Aztán ez később le lesz öntve gipszel. A gipszet ugye leveszem róla, akkor megkapom a mintáját. Így megmarad az agyagom, és utána ezt a gipsz mintát ki tudom rakni papírmaséból, az kiszárad belőle, azon még egy kicsit alakítani kell, össze kell állítani az egészet, és el lesz festve, és akkor végül is kész. Hát úgy, majdnem, hogy ugyanez a szobor lesz, csak papírmaséból. Ez jó vázlatnak, meg jó alapnak, meg annak, hogy egy olyan ponton építem meg, vagy olyan helyzetben, ami stabil, megtartja magát, addig, amíg leveszem róla a negatívot. Mi is az a papírmasé? Hát ez újságpapírból készült hát anyag, hogy mondjam. Szóval majdnem olyasmi, mint az agyag, csak az agyag az zsíros, nagyon jól megtartja önmagát, és nagyon hamar kiszárad, és a papírmasé pedig ugye nedves, ragasztó van benne, nem tartja meg önmagát, szóval kell neki vázat építeni, de miután megszáradt, teljesen rugalmas anyag lesz. Szóval, hogyha ledöntöm, leesik, akkor hát nyilván persze attól függ, hogy milyen súlya van és milyen magasról összetörhet, de nagyon könnyen meg lehet javítani. Ugye az agyagszobrot kiégetve leesik, akkor ez törik 500 felé. Azt már megjavítani nagyon nehéz, meg nem is úgy néz ki. Meg könnyebb vele dolgozni, úgymond nekem, mint agyagból, mert ugye, ha agyagszobrot építek, akkor ezt alapból üregesen kell építeni, légmentesen, hogy ne legyen benne buborék, mert hogyha kiszárad, akkor utána viszem égetésre, hogyha buborék van benne, akkor a gáz nem szökik ki belőle, és szétviszi az egészet. Ezt meg nem kell égetni, hanem kiszárad, lerakkozom, és teljesen vízhatlan marad. Meg hát, hogyha az ember vigyáz rá, akkor ez addig kitart, amíg a föld
úgymond. Akkor ezek szerint nálatok újsággyűjtés van folyamatosan? Hát van, elég sok. Rengeteg újság van, nagyon sokan hozzák, nagyon sokan tudják, hogy ebben dolgozom, segítenek, ahogy tudnak, és ez így jó. Tehát nem kell kattatnom újság után, ez az egyik. A másik az, hogy nagyon olcsó. Ugye ragasztó, egy kiló ragasztóval egy faun méretű szobrot lazán vígan meg lehet, el lehet készíteni. Ennek a Jokernek például az arc ugye igen, csak jellegzetes, pláne ugye a vágások is igen. Vannak rajta. Ezt most látom, hogy nézed a képet is közben, de azért rengeteg redő. Tehát ezeket folyamatosan alakítgatod? Persze, hát ez úgy van, hogy hát amikor éppen nincs már dolgom, ugye akkor egész nap itt vagyok hátul. Valamikor nem csinálok semmit, olyankor mindig letakarom, vagyis hát kitakarom a szobrokat, hogy lássam őket, és mit tudom én, söbrög, vagy akármit csinálok, pihenek, és akkor mindig ránéz az ember, akkor mindig lát valamit, ami nem jó. És akkor oda megy, megigazítja, akkor megint jár kettőt, megint ránéz, akkor ez mégse úgy, akkor megint vissza. És akkor így folyamatosan lehet alakítani. Másrészt pedig hát nyilván nem ennyire barázzát volt az arca neki, csak azért, hogy a szobor kihozza a hatását, ahhoz kell ez. Szóval, hogyha most, mert ugye az ő arca eredetiben le van festve. A festést ezt így még nem tudom megoldani, miközben csinálom, mert akkor nem tudnám használni tovább az agyagot. Hogyha lesz szedve róla a minta, és meg lesz a papírmasé pozitív újra, akkor azon még mindig lehet finomítani. Nehezen, mondjuk ott, amikor már levenni van, le kell venni róla valamit, akkor azt már késsel kell lefaragni. Hogyha meg rá kell, akkor csak hozzátoldom a többi papírmasét. Most éppen mit látsz rajta? Mit kellene? Hát, most az pont nem látszik a másik oldalán. Biztos, hogy lenne mit javítani, például ez itt nagyon kint volt. Ugye a sebb helyet, ezt nagyon nehéz megcsinálni az arcát, mert egy alapvető gúnyi vigyor van a rendes ajkaim, ugyanakkor egy erőltetett, nagyon erős vágás van, amit ugye a történetből kiderül, hogy miért kapott az arcán. Most a kettőt összehangolni nagyon nehéz, hogy ne úgy tűnjön, hogy ekkora vigyor van az arcán, hanem látszódjon az, hogy melyik a természetes, úgymond természetes mosolya, és melyik az erőltetett, a vágás, ami végül is akárhogy mozdítja a száját, mondjuk ha szomorú, akkor is félig vigyorog az arca. Ezért érdekes ő. Hát ugye nyilván a haját kell még rá megcsinálni, úgyhogy a gipsz lejöjjön róla. Ugye hát ilyenkor meg fontos az, hogy ugye persze meg tudnám csinálni, hogy az arca, hogy a haja göndör legyen, de akkor lentem gipszel, az nem jön le róla. Szóval itt most az a cél, hogy a fő vonalak itt is meglegyenek a hajába, amit később a gipsz áthoz, és arra még lehet papírmaséból borázdákat csinálni. Akkor a fülét ezt még ki kell javítani majd. Nyilván, mert nem ilyen egy emberi fül, de... De ezt például a fülét, mert azt nem hiszem, hogy látszik egyáltalán a füle valamelyik hát igazából... képen, vagy csak úgy elképzeled, hogy mondjuk egy ilyen figurához milyen a fejformája az ugye vannak ilyen, hát nem törvényszerűségek, csak ugye, hogy mondjuk egy gonosz embernek mondjuk kicsit csúcsosabb a füle, kicsit rézsúd, mind a gonosz manóknak, akkor mondjuk egy normál embernek, akkor ugye fölül kerek, szépen áll az arcához. A szemállás is, nagyon nehéz eltalálni egy szobor szemét. Hát nekem, én most úgy mondom, hogy nekem mi nehéz, mert ugye nyilván nem mindegy, hogy most a szemén vigyor van, vagy örül, közben a szája pedig vérszomjas, szóval nagyon el kell találni. Ez igazából ezt Gábor bácsi mondta nekem, ő a szobrász, hát úgy mondom, hogy mesterem, nagyon jó barátom. És ő szokott tanácsokat adni, meg segíteni, ugye a szobrász a területén, és ő mondta, hogy igazából a szobrászatban minden millimétereken múlik. Itt is. Most, hogyha egy kicsit benyomnám a szemét, akkor lehet már másfajta gúny lenne az arcán. Ha kicsit kijebb húztam volna, akkor megint más. Ha az óra nem így áll, akkor megint. Szóval egy szobrot, miatt elkészít egy ember, most mondjuk agyagból, mire a végleges sen kész lesz, addigra 1000 arcot kap.
ezer érzelemmel, ezer gondolattal, minden. De nagyon sok mindent tud közölni különben. Hát, meg ugye ez attól is függ, hogy az ember milyen paszban ül le. Most nekem nagyon jó kedvem van, akkor lehet, hogy akaratlanul is mosolyt csinálnék neki. Egy olyan mosolyt, ami nem gúny tükröz, hanem tényleg örül. Ha szomorú vagyok, akkor lehet, hogy még gonoszabb lenne. Szóval most... Előfordult már veled például olyasmi, hogy ugye azok az emberek, akik szeretik a munkájukat, és azok biztos, hogy nem tudnak kikapcsolni igazából ugye szabad idejükben, és mondjuk elmenek baráti körbe, és éppen beszélgetés volt már olyan, mondjuk, hogy beszélgetetek valamiről, és egyszer csak úgy bevillant valami, és hogy hú, neked most aztán ezt azonnal meg kell csinálnod, és haza rohantál? Igen, volt ilyen, sokszor is van ilyen, és ezért, hogy mondjam, igazából időm, hát ha nagyon akarnám, akkor lenne arra, hogy elmenjek barátokhoz, vagy beszélgetni, de mindig jár az agyam ilyeneken, és akkor vagy lerajzolom, vagy megpróbálom rögzíteni a fejembe, hogy majd, hogyha megjövök, akkor gyorsan megcsinálom agyagból, és akkor ezt később látom, hogy csinálom papírmaséból. Hát igazából ettől nem lehet elszakadni, szóval nincs olyan, hogy most az ember elmegy, és most azt mondja, hogy nem fogok erre gondolni, és nem fogok ezen gondolkodni, mert ilyen nincs. Ez olyan, mint... Hát nem is tudom, hogy milyen. Szóval ezen mindig jár az ember agya. Valamikor még álmába is. Reggel föl kell, az az első, hogy kijön, megnézi, hogy hogy áll. Akkor este, mikor lefekszik az ember, akkor villan be az eszébe, hogy ott valami nem stimmel, de akkor meg már nem jön ki, akkor megpróbálja, hogy áll majd reggel, és akkor reggel kijövök, és akkor már megint nem úgy gondolom mind este, mert akkor ránézek, és áll, ez mégiscsak jó így, szóval hát ez nagyon, hogy mondjam, bizonytalan dolog ez a... Hát az, hogy nézzen ki, vagy hogy csinálom. Igazából nem lehet eldönteni, meg sokszor van olyan is, hogy leülök, és akkor most mondjuk csinálok egy szép női fejet, vagy valamit, és akkor elhatározom, hogy most ezen nem lesz semmilyen fantázia dolog, nem lesz rajta sisak, nem lesz rajta valami amazoni ruha, vagy nem tudom. És akkor, mikor alakul, akkor hú, de hát ez mégiscsak jó lenne így, mégiscsak jó lenne, és akkor a végén majdnem, hogy teljesen más lesz abból, amit először elgondoltam. De szerintem ez ettől jó. Nincs megkötve az, hogy most, hát hogyha megrendelés van, akkor nyilván meg van kötve. Az nehéz is. Főleg, amikor nem az a téma, ami engem érdekel, akkor nehéz, de egyébként az a jó benne, hogy tényleg úgy alakítom, hogy én akarom. És utána elviszem kiállításra, és akkor megmondják, hogy most ez jó, vagy nem jó. Megerősítenek benne. Így van. Hát meg azért itthon is elég jó kritikákat szoktam kapni, mert ugye a pu is azért ugye az emberi arányok, meg a szép érzéke van a családban mindenkinek. Lényegében ez is szép, ha azt nézzük a maga módján, és ezért sokat tudnak segíteni abban, hogy most hát ezt én nem így csinálnám, nem azt mondja, hogy ne így csinálnám, hanem hogy én nem így csinálnám, és akkor elgondolkozok rajta, és akkor vagy igaza van, vagy nincs. De általában mostanában nem szoktam így. Hát az ilyeneknél, amiket magamnak csinálok, ezt úgy csinálom, ahogy nekem legyen jó. Milyen megrendeléseim vannak egyébként? Hát vízköpők, ugye azok agyagból, meg hát sorra volt egyiptomi szimbólumoktól kezdve, volt cégplakát is, amit meg kellett, mondjuk azzal nem készültem el, mert nem úgy jött ez, ahogy éppen én terveztem, de rengeteg féle fajta. Szóval sok, szerencsére sok olyan, ami az én stílusomban jó, nekem jó, de van olyan is, ami egyáltalán teljesen távol esik tőle. Mondjuk azok általában később szoktak elkészülni, hát nem szándékosan, csak hát az embernek nincs hozzá, úgymond, ihlete, vagy nem tudom, hogy mondjam, akkor abból csak rossz lesz. Szóval van olyan is, hogy az ember kijön nagyon nagy kedve, hogy most megcsinálom, és akkor leülök, és akkor mégsem megy annyira, akkor inkább bemegyek, és akkor olvasok, vagy tévézek, vagy csinálok valamit, kérítem a fejemet ezen a téren, és akkor visszajövök, és akkor már megint mehet tovább a dolog. Szüleid egyébként, mert ugye persze apukád is művész, de mondjuk édesanyád mit szólt ahhoz, hogy te erre a pályára készülsz, nem mondta esetleg, hogy kisfiam inkább olyan pályát választ, amiből tuti meg tudsz élni? Hát anyukám
ugye amikor befejeztem a 8-at, akkor föl volt dobva a kérdés, hogy hova szeretnék menni. És hát akkor ugye én most mit mondjak, engem nem nagyon érdekelt akkor, hogy most én hova megyek, és akkor belettem illetve a közgazdasági iskolába. Azt el is végeztem. De már az iskolás évek alatt, a középiskolás évek alatt is mondták, hogy mi lenne, hogyha inkább mégiscsak ezzel foglalkoznának, hogy én szeretnéne, hogy ilyenek is, hát persze, hogy szeretném. Úgyhogy végül is befejeztem a közgazdaságot, leérettségiztem belőle, de azóta sem foglalkoztam vele. Meg annyira nem is vonz. Majdnem most sem ennyire nem vonz, az az igazság. Az ismereteidet bővítetted. És... Így van, erre jó. Hát meg nekem van egy postás szakmám is, az is megvan. Az se vág ehhez, de tapasztalat. Meg hát azért nem állt, ha az ember tud a pénzzel. Úgymond gazdálkodni. Megvan a konca az alapismereteid, igen, az alapismeretei. Itt hogyan kellene legalábbis. Igen, igen. De hát ebben jól érzem magam most így. Tehát igazából belenyugodtak a szülők, hogy... Igen, igen, abszolút. És támogatnak is. Szóval nem az van, hogy hát nem kéne, mert nem élsz meg belőle. Hát, most azt csinálom, hogy szeretek. Lehet, hogy abban se élnék meg, amit nem szeretek, és úgy csinálom, szóval... Így legalább azt csinálom, amit szeretek, de lehet, hogy nem élek meg belőle. De hogyha azt csinálom, amit nem szeretek, és nem élek meg belőle, akkor még így se tartok. Szerintem. Aztán lehet, hogy egy kis kiegészítés, hiszen mennyi postásról hallottunk, aki szerencsés volt. És... Igen. Hát nyilván, hogyha kikerülök ebből az iskolából majd, akkor kell valami munkát néznem, hogyha ha csak nem szerzek annyi ismerettséget, hogy rögtön ebben meg tudjak élni, de hát egy kis kezdés, ez mindenkinek így indul szerintem, hogy valami másra is foglalkozik. Aztán mellette lehet persze csinálni ezt is gőzerővel, mint eddig. Van egyébként ilyen álom mondjuk előtted, hogy hol szeretném mondjuk egy galériában dolgozni? Nem. Nincs ilyen? De van, csak nem galéria. Hát nagyon szeretnék majd filmeseknél dolgozni, mint makett tervező. Úgyhogy mondjuk egy fantázia filmben mondjuk megmondják, hogy ők mire gondolnak, és akkor én még hozzáadok egy kis plusz dolgot, és akkor kicsibe elkészíteni azt, amit majd később ugye nagyban a filmhez. Hát ugye most ugye egyre több fantázia film van, ezért ennek egyre nagyobb lehetősége van. Hát ahhoz kell mondjuk idegen nyelv, ami még nincs, de majd lesz. És a másik, amit szeretnék, csak az nagyon bonyolult és hosszadalmas, az egy szabadiskola alapítása, ami pontosan azért lenne, mert ugye voltam felvételizni most 2 évig, és láttam azt, hogy igazából sok embert azért nem vettek föl, mert épp a mester, az ott tanító mestereknek nem tetszett az a stílus, vagy az a hát stílus, amiben az egyén. Tehát a fiatalok egyénisége. Igen, nem tetszett nekik, és ezért nem. És ez az iskola, ez pont az ilyeneknek lenne jó szerintem. Csak hát ez rengeteg tényezőtől függ, úgyhogy ez majd egyszer. De ez a filmes dolog, ez jó lenne. Lehet, hogy egyszer meg ilyen hollywoodi filmnek a végén ott olvasunk téged is a stáblistában. Hát jó lenne, jó lenne. Hát ahogy mondtam, az előbb is csinálni kell. Haladni kell, menni kell aztán. Úgyse hosszú az élet. Akkor én ehhez jó tanulást kívánok. Köszönöm szépen. Sok sikert. Köszönöm.